Ma egy újabb ügyfél találkozón van, ezúttal a Hagymász kávézóba. Lehetséges, hogy az ügyfél szeretne egy weboldalt. Azt pontosan nem tudom, hogy most webshop, vagy hogy milyen weboldalról van szó, ezt ezután fogom kideríteni. Szorítsatok! Ja. A few moments later. Egy nagyon nagy hibát követtem el, amit egy vlogger elkövethet. A leg idiótább hibát. Ekkora hülyeséget senki ne csináljon. Tudjátok, hogy milyen drága egy ilyen üveget belevenni a kocsinak, hogyha valaki betöri is? Ja, igen, arról nem beszélve, hogyha lenyúlják a kamerádat, az annyira nem szerencsés. Na, szóval, itt vagyunk a gyermekklinikán, Szegeden. Nagy nehezen ide találtunk, többnyire, többek között ezért is felejtettem ott a kamerát az első ülésen, mert egy picit kapkodtunk, ugyanis időpontra vagyunk. Itt vagyok, nem tudom, hogy lehet-e bent kamerázni, hogyha rám szólnak, akkor bocs. Jó. Hanem ott nem csinálom. Aha. És tegnap úgy alakult, hogy adtam. Nos, hát megvolnánk. Elég szimpatikus volt ez a doktornő. Igen, nekem kedves volt. Olyan kis precízen felállította a diagnózist, megkérdezett egy csomó dolgot. Én még nem is jártam így orvosnál, hogy ennyire részletesen kikérdeztek volna dolgokról. De ez így van rendjén, nem? Viszlát! Megálltam készíteni pár gyorsított felvételnek valót itt Szegeden, és hogy itt téblávolok, csak most vettem észre ezt. Kutyakolbász. Még szerencsé, hogy nem léptem bele. Nem léptem bele. Végeztünk a dolgunkkal Szegeden, következő megálló Makó. Úton hazafele Szegedről Deszken láttam egy épületet, ami... Te is láttad, kicsim? Ami olyan különleges színnel volt kifestve, ilyen rikítós zöld, meg ilyen rikítós pirosas beütés, és rá volt írva, hogy kávézó. Valószínűleg ez egy újonnan kinyitott kávézó lehet, vagy még ezután fog kinyitni, nem tudom, nem láttam odáig be, csak így, ahogy elmentem mellette. És erről jutott eszembe egy olyan dolog, hogy ugyebár az emberek attól, hogy kiemelik a hirdetésüket, vagy éppen hupililára színezik az épületet, ezzel ugyan fölhívják az emberek figyelmét, de csak vizuálisan. Ha most történetesen bemegyek abba a kávézóba, és udvariatlan a személyzet, illetve szar a kávé, akkor én oda abba az épületbe, vagy abba a kávézóba soha életemben nem fogom betenni a lábamat. Sokkal többet érnének ezek az emberek, hogyha nem tulajdonítanának annyira nagy jelentőséget annak, hogy milyen színűre festik a házukat, hanem inkább arra törekednének, hogy finom legyen a kávé, udvarias legyen a kiszolgálás, mert az ember sokkal jobban megjegyzi az ilyen dolgokat, mint az, hogy éppen milyen színű a... Szia! Mondjad neki szia! Szia, Sofi! Szia, apa! Hello! Megyek az office-ba. Sziasztok, igaz familiáik! Kettesként, de szépek vagytok! Főleg én. Pontosan 2 óra és 20 perc múlva indulok ismét be Szegedre. Hogy miért, azt majd hamarosan megmondom. Na hát itt a második felvonás, indulok Szegedre. Mogyorósi Csabi előadására. Sziasztok! Mondtad, hogy lottózónál, de itt hol van lottózó? Ott van a lottózó, ott vannak a lottózók. Itt nincs lottózó. One eternity later.
6 óra 9 perc van. Nagy nehezen ideértünk. Reméljük, hogy nem lesz vége addig az előadásnak, míg felérünk. És igen, beszerkeztem az Indexre. És tök jogossal jött a főszó. Konkrétan történt, ezt a sztorit még elmesélem. Szóval a feleségem Nóra a szülőszobában volt. Nem, ugorjunk egy kicsit vissza. Az előadás. Inkább a szakértő válaszoljon erre. A szakértő válasz. Jó volt, érdekes volt, mert kicsit tanultam belőle, mivel hogy nekem ez a vlog, ez nagyon új dolog, nagyon, nagyon jövő, vagyis az, ami már jelen, de a tévézés területén erre kell menni. A fiatalokat ezt fogja meg, szóval be is bizonyosodott, hogy így van. Hát, nektek hogy tetszett az előadás? Mi a véleményedek róla? Nem voltam bent, én csak te ben voltál? Én bent voltam. És hogy tetszett? Hát érdekes, mert én nem hallottam róla még korábban, de nekem olyan kellemes csalódás volt. Tehát én úgy arra is számítottam, hogy lesz egy kis poénkodás, ez is volt benne. Úgy átjött, igen. Köszi szépen! Nektek hogy tetszett az előadás? Szuper. Voltatok? Benn voltatok? Igen, nagyon szuper volt. És? Gondolatébresztő volt nagyon. Igen? Igen. Tanultatok valami újat, vagy hallottatok valami érdekeset? Persze. Ami különösen tetszett? Igazából csak egyetlen az, hogy hogyan hozzá az egész életéhez. Köszi szépen! Szép estét nektek! Szia! Hát vége lett a Magyar Ósi Csaba előadásának. Közben megéheztünk, ezért most eljövünk erre a helyre. Gozárke van. Sziasztok! Úgyhogy itt fogom most kajálni. Nehogy éhen veszünk. Sajta. Plusz sajta. Sajt, remélem, hogy van még sajt, mert már nagyon sok sajt ment. Hát, hogy ma sajtnak volt. Az se baj, hogy még nincs olyan sok sajt. Ezt még gyors, hadd adjam oda. Van egy YouTube csatornám, amin minden nap készítek vlogot, videót. Nagyon videót, jó. És be fogom mutatni, hogy hol kajáltunk. Nagyon jó, és hogy lesz ez? A YouTube-on. YouTube. Persze, rákeresel, Peter Hupuci, Hupuci Péter vagyok, ez a nevem. Peter Hupuci, rákeresel és ott lesz. Megnézem. Majd meg lehet osztani. Okay. Köszönjük szépen a finom kaját. Köszönjük. Köszönjük. Jó éjszakát, jó éjjel. Hát ha Szegeden jártok, akkor gyertek el, egyetek egy jó kebabot. A Mazár kebabnál. Nyolc perc múlva 11 óra. Most fejezem be a vlognak a vágását. Ez a mai nap egy picit elfárasztott.